szeretném bejelenteni, hogy a mai nappal munkába is állt, és elkezdte az edzői tevékenységét a Kézilabda Akadémiánál György László. Ezekkel a szavakkal jelentette be Szemenyei István, a DKKA ügyvezetője, hogy a jövőben György László segíti Mátéfi Eszter vezetőedző munkáját az első csapatnál. A szakember számára nem ismeretlen a környezet, hiszen Dunaújvárosban kezdte pályafutását, ahol Imre Vilmos segítőjeként és az utánpótlás irányítójaként szerzett bajnoki címeket. Ezt követően Balatonfüreden is dolgozott. György László beszédében megköszönte a vezetőség bizalmát, majd kitért az utánpótlás nevelés fontosságára is. Utánpótlásban nekünk ugye az a feladatunk, és úgy tudunk sikereket elérni, hogyha tehetséges játékosokat minél tehetségesebbé neveljük, és a felnőtt csapatba próbáljuk meg őket minél előbb felhozni, és a felnőtt csapat kereteinél egy meghatározó játékosok lesznek. Köszönöm Tipcsinek a segítségét, és nagyon bízom benne, hogy Lacival itt a bronzérem csatában talán sikerül egyre följebb lépni. Mátéfi Eszter vezetőedző megköszönte Horváth Tibor másodedző eddigi munkáját. Továbbá kiemelte, az idei szezonban mindenképpen szeretnék éremmel zárni az évet. Én úgy gondolom, nagyon sikeres időszakon vagyunk túl, tehát tavaly is tényleg sikerül bejutni a négy közé. Hajszálon múlott, hogy nem tudtuk megnyerni a bronzérmet. Idén megint sikerült teljesíteni egyrészt a vezetők által kitűzött célt, valamint a saját magunk által kitűzött célt is, tehát az, hogy megint a felső házban tudjunk a rájátszásban szerepelni. Én úgy gondolom, ez egy óriási dolog. Ahogyan arról már beszámoltunk, a DKK a harmadik helyen zárta az alapszakasz küzdelmeit, amelynek köszönhetően a bajnokság második helyezettjével a Ferencvárossal mérkőzik meg a döntőbe jutásért. A másik ágon a Győr pedig az érdelméri összeerejét. A párharcok két nyert találkozóig tartanak.